A palicsi állatkert lakói is szenvednek a rendkívül meleg időtől. Gondozóik ilyenkor fokozottan figyelnek rájuk. Bizonyos állatfajoknak szükségük van a folyamatos vízbevitelre, ugyanis amennyiben a hőmérséklet meghaladja a 37 fokot, nem tudják a testüket lehűteni. Ez komolyabb betegségeket is okozhat esetükben. A fókák a hőségben is jókat lubickolnak a számukra kialakított medencében. Rendszeresen cserélik a vizet, ezzel annak hőmérsékletét is szabályozni tudják. Nem mindig a hőmérséklet az, ami az állatnak valójában a legnagyobb ellensége, hanem gyakran maga a nap. Mert ne felejtsük el, hogy a napnak az UV-sugárzása is az, ami nagyon befolyásolja ezeket a dolgokat, és hát hogyha van egy ilyen valamilyen hűvös, egy ilyen valami árnyékoló, az a magát a hőmérsékletét nem fogja annyira levenni, amennyire megvédi az állatot az UV-sugarak ellen. A jegesmedve minden napjait is megnehezíti a forróság. Az állatkert dolgozói egy különleges fóliát húztak a medve medencéje fölé, amely a napsugaraktól védi az állatot. Természetesen a jegesmedve az, akire nagyon kell vigyázni, ezért van, hogy fölkerült a sötétítőháló, ezért van az, hogy a medencébe ugye víztakarítás elég gyakran folyik. Filtrációt nem szeretünk, mert hát önálló az nem annyira az a prioritás, amennyire a víznek a hűtése, de hát ez egy komolyabb dolog, amit majd komolyabban meg kell vetni. A gyűrűs farkú makik nem törődnek a meleggel, önfeledten játszanak a saját ketrecükben. A palicsi állatkertben jeges és hűsítő ételekkel táplálják az állatokat. A palicsi állatkert gondozói páragépekkel is kedveskednek az állatoknak. Ezáltal az itt lakók sokkal könnyebben el tudják viselni a forró hőséget.